A munkaügyi szervezetek egyik kiemelt feladata a foglalkozási rehabilitáció. A gazdasági növekedés önmagában nem tudja megoldani a foglalkoztatási problémákat. Vannak és mindig lesznek olyan munkavállalói csoportok, így köztük a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő emberek, akiknek munkába helyezése csak komoly társadalmi összefogással lehetséges. A hagyományos munkaerőpiaci támogatások mellett új, speciális eszközökkel, szolgáltatásokkal tudja a munkaügyi szervezet ennek a célcsoportnak a munkába helyezését segíteni. Ezeket a munkaügyi támogatásokat akkor tudjuk hatékonyan működtetni, ha nyitott, befogadó szellemű munkaadói, önkormányzati és civil szféra kapcsolódik hozzánk. Ebben a Szociális és Családügyi Minisztérium által finanszírozott filmösszeállításban a Fejér megyei Munkaügyi Központ rehabilitációs csoportja olyan tipikus rehabilitációs, támogatott munkahelyeket mutat be önöknek, ahol hosszú évek kirekesztettsége után megváltozott munkaképességű emberek dolgozhatnak. A munkaerőpiaci alap rehabilitációs alaprésze minden évben pályázati úton elérhető beruházási támogatást nyújt rehabilitációs munkahelyek létrehozásához. 4 év alatt 29 nyertes pályázó 190 millió forint értékű beruházással 386 munkahelyet teremtett megyénkben. Ügyfeleink egy része az elsődleges munkaerőpiac aktív munkavállalója tud lenni. A Hullámpak Kft. 1996-ban kezdte meg működését 27 fővel, bérelt munkaterületen, bérelt raktárral, bérelt üzemmel és bérelt irodákkal. Már annak idején is foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket. Úgy tűnt, hogy vannak olyan munkafázisaink, munkafolyamataink, amit ők tökéletesen el tudnak látni. Megpályáztuk a Megyei Munkaügyi Központ munkaerőpiaci alapjának, rehabilitációs alaprészének támogatását egy beruházási támogatásként, melyet el is nyertünk. Megpróbáltunk olyan munkaterületeket, illetve folyamatokat kialakítani, ahol a 15 főt alkalmazni tudjuk. A 15 főből 6 főt az üzem területén a portaszolgálatra osztottunk be, 9 fő az üzem területén dolgozik, ebből 1 fő takarító személyzet. 4 órás munkarendbe alkalmazzuk őket, összevont munkarenddel, 2 hétig dolgoznak 8 órában és 2 hétig pihennek. A pályázatnak megfelelően vállaltuk, hogy a Megyei Munkaügyi Központ Dunaújvárosi kirendeltségén keresztül foglalkoztatjuk a megváltozott munkaképességű dolgozókat. Ennek nagy előnye van, mert a dolgozók előszűrését, orvosi vizsgálatait, illetve referenciát már ők biztosítják. Könnyebb a felvétel, a foglalkoztatás. Cégünk az Avamed BT 1994-ben alakult háziorvosi és kereskedelmi szolgáltató betéti társaság. 1999. októberében vettük birtokba az Avamed BT beruházásában elkészült zöldházorvosi rendelőt és komplexumait. Hitem szerint európai színvonalú orvosi rendelőben dolgozhatunk. A legnagyobb büszkeségünk a 2000. decemberében megnyílt fitness, ami a megvalósult álmot jelenti számunkra. A Fitness Studio munkaügyi központ támogatásával, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási támogatásával épült. 8 millió forintos támogatásban részesültünk, ebből 3,5 millió forint visszatérítendő támogatás, aminek késleltetett futamideje márciustól lesz esedékes. 10 megváltozott munkaképességű dolgozónk van. Zöldház és komplexumaiban dolgoznak, van köztük aranykezű karbantartó, udvaros takarítónő, itt a fitnessteremben 4 teremfelügyelő, aki segíti és fogadja a sportolni vágyó vendégeket. Én azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés munkaügyi központ támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, és ez az álmunk nem valósulhatott volna meg. A nyílt munkaerőpiac kihívásainak az egészségkárosodott emberek nagy része nem tud eleget tenni, de egy védett, támogatott foglalkoztatásban teljes értékű munkavállaló.
1990. szeptemberétől működik intézményünk, a Jószolgálati Otthon. Kezdetben egy telephelyen értelmi fogyatékosok napközi otthonaként működtünk. 1999 jelentett fordulópontot számunkra. Ekkor a munkaügyi központ pályázati támogatásával, 12 millió forintos támogatással és a Dunaújvárosi Önkormányzat segítségével elkezdtük az új épületünket átépíteni. Ez az épület adott otthont a többi szakfeladatunk ellátásához. Itt jött létre a pályázati pénzek és az önkormányzat segítségével a szociális foglalkoztatója az intézményünknek, illetve a másik része egy bentlakásos otthont nyújt gondozottaink számára. A napközi otthonunk és a gondozóházunk egy komplex rehabilitációs munkajellegű ellátást nyújt. A szociális foglalkoztatóban munkaviszonyszerű, a többi telephelyünkön pedig rehabilitációs foglalkoztatással oldjuk meg ezt a feladatot. Egy papíripari KFT-nek bérmunkát végeznek a fiataljaink. Ezt a munkát nagyon szeretik, több munkafolyamatból áll, így a legkevésbé sérült, illetve a legsúlyosabban sérült fiatalok is munkalehetőséghez jutnak. Folyamatosan váltják egymást, így lehetősége van az összes fiatalnak az intézmény napi életében, minden munkafolyamatban, minden tevékenységben a munkán kívül is részt vennie. Szeretném megmutatni önöknek, hogy milyen ügyesen kezelnek komoly gépeket a gyerekeink, milyen ízléses termékeket készítenek, amiket megvásárolnak tőlük a környező kiskereskedők, illetve a kirakodó vásárokon nagy sikert aratnak velük. Ez egy védett munkahely, ahova fiataljaink 7 éve járnak már kidolgozni. Két csoportban, váltó műszakban dolgoznak, 4-4 órát, különböző feladatokat látnak el. Például a kombigépen 3 fázisban történik a munka, adagolás, szedés és kötözés. Műszak végén mindegyik csoport kap egy munkalapot, ami alapján összegzik a napi munkájukat, és ez alapján történik a fiatalok kifizetése. A képzés, átképzés a foglalkoztatási rehabilitáció fontos eszköze. A megmaradt képességekre épülő szakma elsajátításával új munkaterületen indulhatnak ügyfeleink. A munkaügyi szervezet a pozitív diszkrimináció elvén alapuló képzési támogatási rendszerével, egy képzőintézménnyel és egy munkaadóval együttműködve hozott létre új munkahelyeket. Cégünk a Juvita Rehabilitációs és Foglalkoztatási KHT 1995-ben jött létre, két alapítvány hozta létre, a Támasz Alapítvány és a United Way Dél-Dunántúl Alapítvány. Fő törekvésünk és célunk az, ami a szervezet misszió és egyben, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása lehetőleg minél szélesebb körbe, illetve hajléktalan emberek rehabilitációja. Cégünk a tavalyi év februárjától célszervezetként működik, és az ország 9 megyébe vannak telephelyeink. Ez a korszerű információs központunk itt Székesfehérváron, tulajdonképpen 3 szervezet összefogásával jöhetett létre. Az egyik a Fejér megyei regionális munkaerőképző központ, a másik pedig a Fejér megyei munkaügyi központ. Megváltozott munkaképességű Fejér megyei fiatalokat toboroztunk, és egy komoly képzésen vettek részt, melynek keretében call center kezelői képzést kaptak. A Fejér megyei munkaügyi központ foglalkoztatási alaprehabilitációs alaprészéből egy jelentős összeget pályázati úton nyertük el, áldozott arra, hogy ez a korszerű munkahely megvalósulhasson. Jelen pillanatban 14 fő dolgozik itt, és mindenféle informatikával, számítástechnikával kapcsolatos feladatot, dolgot meg tudunk oldani. Hála Istennek megrendelőink között Székesfehérvár nagy üzemei, cégei vannak, és hát egyre bővül a kör, jelentős megrendeléseket tudhatunk magunkénak. Itt Székesfehérváron a call centerünk mellett működik egy olyan üzemünk, amelyet szintén a képzőközpont és a munkaügyi központ támogatásával sikerült megvalósítanunk.
és ajándéktárgyak, játéktárgyak gyártásával foglalkozunk. Partnerségben a Munkahelyi Központtal és a Képzőközponttal, és egy új partnerrel, tulajdonképpen egy vállalkozóval, akitől ezeket a helyiségeket béreljük, közösen próbálunk meg olyan tárgyakat, játékokat és asztalosipari termékeket készíteni, amelyekkel piacképesek lehetünk. Az itt dolgozó hölgyek és urak, dolgozóink szintén képzésen vettek részt. A képzési támogatást a Munkahelyi Központ nyújtotta számukra. A képzés után ahhoz, hogy berendezéseket, eszközöket tudjunk vásárolni a munkához, a Munkahelyi Központ pályázatán tudtunk forrásokat átcsoportosítani, és természetesen a kezdet-kezdetén, amikor a termelést beindítottuk, bértámogatáshoz is hozzájutottunk szintén a Munkahelyi Központ által. A képzés után egy támogatott foglalkoztatást valósítunk meg, és hát végső cél az tulajdonképpen az, hogy egy idő után az itt dolgozók akár vissza tudjanak térni az elsődleges munkaerőpiacra, és helyükre újabb dolgozókat tudjuk majd a későbbiek folyamán fölvenni. Az ápoló, gondozó otthonokban élő, többnyire értelmileg sérült vagy pszichésen beteg emberek betanító képzés után kiváló, piacképes alkotó munkára képesek. A Bicskei Ápoló Gondozó Otthon a Fehér megyei önkormányzat fenntartásában működik. Lakói közül 50 pszichiátriai beteg és 125 értelmileg akadályozott ember teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Célunk az, hogy az itt élő emberek életminősége minél inkább megközelítse azokét az emberekét, akik az intézeten kívül élnek és dolgoznak. Ehhez nyújtott segítséget a Fehér megyei Munkaügyi Központ, melynek bicskei kirendeltsége 100%-os támogatást nyújtott a seprűkötő tanfolyam létrehozásához és lebonyolításához. 16-an kezdték meg a tanfolyamot, 5 értelmileg akadályozott és 11 pszichiátriai lakó fejezte be, és a tanfolyam végén tett eredményes záróvizsgát. A képzőintézmény biztosította a gépeket, amelyeket később ajándékba megkaptuk. Nagyon fontos kiemelni, hogy a tanfolyam vezetője nagyon jól megtalálta a hangot lakóinkkal, ez nem kismértékben hozzájárult a tanfolyam sikeréhez. Lakóink nagy örömmel és odaadással vettek részt ezen a tanfolyamon, és a seprűkészítés számukra nem egyszerű terápiás munka, ennél sokkal többet jelentő sikerélmény, hiszen az itt elkészített termék a kinti piacon is eladható. A települési önkormányzatok egy üresen álló épület biztosításával, egy munkát ajánló célszervezet fogadásával, a munkaügyi szervezet rehabilitációs foglalkoztatást bővítő támogatásával segély helyett munkát tudnak biztosítani. Amikor időközi választás alkalmával a választók megválasztottak engem polgármesternek, akkor mindenféleképpen az volt a programomban, hogy munkalehetőséget keresek az alsószentiváni embereknek, de gondolni sem mertem arra, hogy ezt helybe tudjuk majd biztosítani, és olyan emberek számára, akiknek az egészségük valamilyen formában megromlott. A mozgáskorlátozottak sárvagárdi csoportjától ez év elején kaptam egy levelet, melyben szerepelt az, hogy a Bajai Vitatop cég munkát ajánl a csökkent munkaképességű emberek számára. Ezzel a lehetőséggel nagyon gyorsan éltünk, és tulajdonképpen 5 hét múlva már megkezdődhetett a munka, 17 fő részvételével. Az önkormányzat teljesen ingyen biztosított helyiséget a munkavégzéshez. Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen lehetőséget tudtunk községünkbe biztosítani, és főleg az, hogy csökkent munkaképességű embereknek, tehát valamilyen formában károsodott egészségkárosodást szenvedett emberek részére, akik nagyon örülnek velünk együtt, hogy ez a munkalehetőség tulajdonképpen a községbe létrejött, és nem utolsó sorban a fizetésnek, amit minden hónapban becsületesen megkapnak.
munkaügyi központok kiemelt feladatai közé tartozik a megváltozott munkaképességi ügyfelek regisztrációja, munkába helyezése és ennek érdekében munkahelyfeltárás. E tevékenységünk során vettük fel a kapcsolatot a Székesfehérvári Viktória Alapítvánnyal, ahol a Vitatok Kft. Ügyvezető igazgatója tartott megbeszélést. A megváltozott munkaképességi ügyfelek részére a térségben munkahelyet ajánlott, ahol előre csomagolt élelmiszerek gyártásához dobozok készítése folyik. Jelentkezők száma meghaladta a 80 főttel, jelenleg 40 fő dolgozik a munkahelyen, településen kívül hatalmas volt az érdeklődés a munka iránt. A jövőre vonatkozóan ígéretet kaptunk a Nyíregyházi székhelyű Prorehabilitáció Kft.-től, hogy a lehetőségeikhez mérten bővíteni fogják a létszámot, és remélhetőleg minél több megváltozott munkaképességű ügyfélnek tudunk a jövő évben állást ajánlani. Legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés. A foglalkoztatás az egész ország számára fontos. A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő emberek munkája is értéket termelő erő. Egyre több Fejér megyei munkaadó, civil szervezet vállalkozik ezeknek a hátrányos helyzetben lévő embereknek a foglalkoztatására. Legyen ön is a partnerünk!